Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, köszönjük, hogy velünk vagy. Szeretnénk, hogy te légy mindenünk, te légy a középen. Te irányítasd a szót, a gondolatot, a szívünket. Ragadd meg, Urunk, és áld meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, mielőtt olvasnám a ma esti igét, vissza kell térnem egy pillanatra egy tegnapi témára, amikor is én is beszéltem egy olyan esetről, hogy valaki megszabadult, aztán nem kellettek a gyógyszerek. Aztán Andi is beszélt a bizonyság tételében, hogy ő is megszabadult, aztán letette a gyógyszereit. És ebből némelyek félreértették a dolgot, és arra gondoltak, hogy valami olyat akarunk hirdetni, hogy nincs szükség gyógyszerre. Szó sincs róla. Félre ne értse senki. Az Úr lelke józanság lelke is. Arra nincs ígéretünk, hogy mindenki meggyógyul. Hát még Pál apostol, akiről most szó lett, ő is háromszor könyörög az Úrhoz, és azt mondja neki, az Úr elég néked, az én kegyelmem. És nem gyógyítja meg. Tehát nem vagyunk mi rajongók, és senki ne értse félre a dolgot, hanem van olyan eset, amikor tényleg nem beteg valaki. De megszabadtá lesz. És amikor ezt megszabadítja az Úr Jézus, valóban nincs szüksége gyógyszerre. Aztán olyan is van, mikor tényleg meggyógyít valakit az Úr Jézus, teljesen és tökéletesen, és tényleg nincs szüksége gyógyszerre. De ez nem általános, ez kivétel, és Isten azért adta az emberi értelmet, az emberi szív szeretetét, hogy segítsünk egymáson, és az orvos tudomány pedig éppen azért adatott nekünk, hogy segítsünk a betegeken. És bizony szükségünk van gyógyszerre, szükségünk van az orvosi ellátásra. Gondolom nem sokan értették ezt félre, mert nem ez volt a szándékunk természetesen, és csak azért mondtam el, mert felmerült a kérdés. Most pedig a ma este igét olvasnám, elég hosszú szakasz Pál apostolnak a megtérési története, amely az apostolok cselekedeteinek 9. fejezetében az első verstől a 30. versig így szól. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és levelet kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte. És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba. És ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látta, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a fogányok, a királyok és Izrael fiai elé.
Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, aztán felkelt, és megkeresztelkedett. Majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálembe azokat, akik segítségül hívták ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék. De a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz. De mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogyan beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt, kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülöttek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitt őket Cezáreába, és elküldték Tarzuszba. Uram, a Te igéd, lélek és élet, ellenníts meg minket is általa. Amen. Kedves testvéreim, ez a történet, amit legtöbben nagyon jól ismerünk a Bibliából, a sauli történet, a pálfordulás története, mind a mai napig a zsidóságban bizony botránykő, hogy egy igazi rabbi, a nagy tanács tagja keresztény lett. De hát tehetett volna mást. Hát nem tehetett volna mást, hiszen maga Jézus Krisztus jelenik meg, maga Jézus Krisztus állítja meg azon az úton, amely a veszedelembe vitte, pedig vallásos úton járt. Nagyon vallásos úton járt. Igen ám, de hát, ahogy én erről beszéltem már, a mi vallásos útjaink nem mindig az Isten útjai. Sokszor mi elszóljuk néha magunkat, vannak ilyen belső elszólásaink, amik leletezik a mi szívünket. Egy kedves református atyánk fia, egy lelkész testvérem mesélt el, hogy még fiatal korában az egyik gondnok úr azt mondta neki, mikor felekezeti vitáról volt szó, hogy tiszteletes úr, én az én vallásomért még az Istenen is átgázolok. Hát ezek ugye elszólások, mert ő maga se gondolta, mit mond, de hát ilyen volt Pál is. Még az Istenen is átgázolt az ő atyái hagyományaiért. Azt mondja magáról, hogy szer felett rajongtam az én atyáim hagyományaiért. Az én nemzedékemben mindenkinél jobban egy sikerember volt ez a Saul. Gondolom, egész Izrael úgy tekintett rá, mint a jövendő reménységre, aki már 20-as éveiben a nagy tanács tagja. És Izrael harcosa. Hát Izrael harcosa Istennel szembe. Hát ugye testvérek, mi mondhatnánk, ugye mi nem vagyunk ilyenek, mi nem foglyotossuk össze az Úr híveit, meg nem visszük őket bíróság elé, és nem szavazunk a halálukra, de hát azért nem vagyunk ilyen ártatlanok. Hányszor megszóljuk a mi hívő testvéreinket, én és a saját apámat, mikor 10 éves koromban azt gondoltam magamban, na ez azért túlzás, amit az apám csinál.
Hát csak gondolja mindenki végig, hogy hányszor tettünk megjegyzést hívő testvérekre, csak azért, mert talán a buzgóságuk, a kegyességük, a hitük irritált bennünket. Na persze, itt többről van szó, Saul hamis Krisztusnak gondolta Jézust. Nem tudta elfogadni, ahogy Izraelben sokan, a főtanács sem tudta elfogadni a názáretit messiásoknak. Óriási probléma. Tessen kell képzelni, a szakértők, a főpapi tanács, a kiváló képzettségű emberek nem ismerik fel Jézusban a Krisztust. És ez a fiatal ember mindenkin túltéve az ő atyái hagyományért, rajongva saját magáról mondja, hogy esztelen őrjöngésemben. Hát igen, tegnap szó volt róla, hogy a Szentlélek a józanság lelke. A vallási fanatizmus, az inkvizíció, az bizony nem az Úr lelke. Az valami esztelen őrjöngés, ami nem tőle van. És Jézus Krisztus nem azért beszélt nekünk, hogy szeressük az ellenségeinket, mintha ő ezt nem tette volna meg. A legnagyobb ellenségéből a legnagyobb apostollá formálja ezt az embert. Megállítja az életének egy bizonyos pontján. Megállítja azon a bizonyos damaszkuszi úton. Olyan jó, hogy mi sokan átéltük, hogy a mi damaszkuszi útjainkon is Isten az igével megállított bennünket. Ugye ma senki nem várhatja, hogy megjelenik az Úr, aztán majd úgy állítja meg az úton, és majd a mennyből kiállt le hozzá. Hiszen maga Pál apostol mondja, hogy ő az utolsó, akinek megjelent Jézus Krisztus. Ma sokan dicsekednek ezzel, hogy megjelenik nekik látható módon látomásba Jézus Krisztus. Nem igaz. Azért merem ilyen nagyon határozottan mondani, hogy nem igaz, mert maga az Úr Jézus úgy búcsúzott a tanítványaitól, hogy többé nem láttak engem. És az angyalok is azt mondták a mennyben menetelnél, hogy majd akkor látják meg, mikor visszajön. Úgy, ahogy most elment. És akik látják, nem őt látják. Jaj, megmondom őszintén, jaj, nem szeretnék a bőrükbe lenni. Akik Jézust látják manapság. Csak az életüket kell megnézni, és akkor biztos, hogy nem őt látták. De az igével ugyanígy megszólít, hogy én vagyok Jézus. Tulajdonképpen ebben az egész történetben benne van a megtérés története. Az, ahogy az Isten bánik az emberrel. Saul története bizonyos értelemben rendkívüli történet, bizonyos értelemben meg teljesen általános történet. Minden embernek meg kell térni. Így mondanám, az az ember, aki nem éli át a pálfordulást a maga életében, az bajban van. Az nem kapott új életet, az még nem találkozott az élő Istennel. Az még csak a vallásos útját járja, de ott a reménység. Hogy egyszer megszólítja. Mikor? Az ige így mondja. Ma. Ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mindenkinek van egy ma, amikor a Szentlélek valami egész különös módon neked hozzá azt a pillanatot, azt a zákeusi pillanatot, hogy ma a te házadban kell lennem, mondja Jézus. Egyszerűen eljön az a pillanat mindenki életébe, csak akkor ne menekülj el. Csak akkor ne dugd be a füledet, hanem történjen meg az, aminek meg kell történni. Tehát nézzük csak meg, mi is történik ezzel a Saullal. Megy a maga útján, és hiszi, hogy ő az Isten útján jár. Az Úr Jézus mondta is, hogy eljön az az idő, mikor Isten tiszteletnek gondolják, hogy megölnek titeket. Hát rettenetes, nem? Hát ilyenek tudunk mi lenni. Tetszettek figyelni a történet során, hogy Pál hogy visszakapja, pillanatokon belül visszakapja. Damaszkuszban meg akarják ölni, Jeruzsálemben meg akarják ölni, egyszerűen veszőfutással lesz az élete. És gondolom, mint ahogy én is tettem, sokszor lehajtottam a fejemet. Uram, ezt érdemlem. Én is ezt tettem másokkal. Bizony, sokszor átéltem.
És akkor olyan jó volt azért, hogy le tudtam hajtani a fejemet. Tehát mindegyikünk életében meg kell történnie ennek a pálfordulásnak. Mert mi is történik ebben? Az, hogy megismered az Istent, és leborulsz. A porba eselevette. Hát ez történik Saullal, tessenek figyelni. Mennyei fényesség ragyogja körül, és megszólal Jézus. Saul, Saul, miért kergetsz engem? Miért üldözöl engem? Hát kicsoda vagy, Uram? Ugye milyen megdöbbentő, hogy egy művelt rabbi, Isten népének a fia, nem tudja, kicsoda az ő Istene. Mert ő ugyanabba az Istenbe hisz. Ez nagyon érdekes, ugyanabba az Istenbe hisz. A Biblia Istenébe hisz. Ő nem egy pogány Istenbe hisz. Abba, akiben mi hiszünk, és az Ószövetség, amit ő nagyon jól ismer. Hát olyan világosan kijelentette a Messiást, a Krisztust. Olyan gyönyörű, tessenek gondolni az Ézsaiás 9.5-re, amikor elhangzik a drága üzenet. Sokan azt mondják, nincs benne a Szent Háromság Istenről, nincs szó, az egész Bibliában nincs szó. Dehogy nincs, ott van, csak nem ezzel a kifejezéssel. Most idézem Ézsaiás 9-ből. Így szól, hogy egy gyermek adatik nékünk, egy fiú születik nékünk, az uralom az ő vállán lesz. Hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének, és az ő uralmának nem lesz vége a Dávid trónján. Tessék figyelni ezt az egész csodálatos Krisztus bejelentést. Egy gyermek, erős Isten, örökkévaló atya. Hát persze, világos, ott van a Istennek az a drága fia, aki a Szent Háromság második személye, aki előtt bizony porba kell esnie minden embernek. Nincs kivétel. Minden embernek. Vagy önként, vagy kényszer alatt. Bizonyos értelemben a szeretet kényszer alá kerülünk. Saul is. Nem is tudta, hogy ilyen szeretet van Jézusban. Hiszen azonnal elpusztíthatta volna, megsemmisíthette volna, és nem azt tette. Apostolává tette. Ott van a korban. De tessenek csak figyelni, azonnal megtud az ember két dolgot. Ki vagyok én, és kicsoda az Isten. Ez történik meg, amikor az ember találkozik Jézussal. Úgy szeretem Pascalt, ezt a hívő fizikust, matematikust, aki olyan komoly Krisztus hitre jutott, és ő mondta, Jézus Krisztus nélkül nem tudom, kicsoda az Isten, és ki vagyok én, csak Jézus Krisztus által tudom, kicsoda az Isten, és ki vagyok én. És tessék elhinni, ez így van. Nem tudtam, hogy ki vagyok. De amikor Jézussal találkozik az ember, valami döbbenet fogja meg. Ez vagyok én. Rettenetes átélni. Ki vagyok én? Tessék elképzelni ezt az önhit, vallásos fiatalembert, aki Gamáliel lábánál tanult, az akkori leghíresebb rabbi lábánál, de nem tanult meg tőle mindent. Mert Gamáliel azt mondta a nagy tanácsba, vigyázzatok, mit tesztek ezekkel az emberekkel, már mint az apostolokkal, nehogy Isten ellen harcolónak találtassatok. Ezt nem tanulta meg Saul. De most meg kell tanulni, hogy ki vagyok én. Hát az Isten ellensége vagyok. Na de hát sok jó vallásos ember. Hát testvérek, én igazán vallásos gyerek voltam, nem győztek engem dicsérgetni az öregek, mert én örökké ott voltam minden bibliórán, mindenütt, de amikor Jézussal találkoztam, akkor megtudtam, ki vagyok. Rettenetes volt megtudni, hogy ki vagyok. Vallásosan Isten ellensége voltam. Hogy merek ilyet mondani? Hát úgy kérem szépen, megszegtem minden törvényét. Hát ki az Isten ellensége? Nem tartja meg a törvényét. Az mindenki az Isten ellensége, testvérek. Ha én
Én megszegem az Isten törvényét, akkor én lázadok az Isten ellen. Hát tessék ebbe belegondolni. És nem veszi ám észre az ember. Nem veszi észre. Ott van a hívő Dávid. Tessenek belegondolni. Beül minden nap a királyi székbe, és ítéli Izrael fiait. A paráznákat, a házasságtörőket, a gyilkosokat. Ő ítéli. Ő, aki becsavéva paráználkodott, aki házasságot tölt, aki megölette Úriást. És szemrebbenés nélkül ítélkezik. Csak akkor döbben rá egy kicsoda, mikor az Úr szent lelke által Nátán azt mondja, te vagy az az ember, az a gyilkos, te vagy az a rettenetes ember. És akkor összetörik, akkor kimondja, hogy az 51. Zsoltárban olvassuk, hogy egyedül ellened vétkeztem, Uram. Azt tettem, amit rossznak látsz. Hát, pedig ő aztán igazán hívő ember volt, a Zsoltáros Dávid. Most azért tértem ki erre teljesen tudatosan, hogy testvérek, mi hívők se vonjuk ki magunkat abból, hogy igaz, hogy ha hívő vagy, akkor biztos, hogy a porba estél egyszer már Jézus előtt. De ne vonjuk ki magunkat az ige megtisztító naponként, ahogy hallottuk az előbb Mihály testvérünktől, ne vonjuk ki magunkat az alól, hogy Isten igéje újra és újra tisztogasson, újra maga elé állíthasson, újra megvizsgálhasson bennünket. És ahogy az első nap hallottuk, hogy vizsgálj meg, Uram, mondja Dávid, a hívő Dávid, hogy nincs-e bennem valami titkos bűn, hogy valóban az üdvösség útján járok-e. Tehát először is megtudjuk, ki vagyok én. Nem akarom ezt tovább részletezni. Aki megtért, tudja. És olyan drága mi Urunk, hogy egyszer azért nem szakít rám mindent. De megtudom, hogy ki vagyok. És akkor ott a helyem a porban. Én nem állhatok meg Isten előtt másképp. Ott a helyem a porban. Sokan a megtérést nem így gondolják manapság, hanem úgy gondolják, hogy elég valami élményt átélni, valami különleges Isten élményt. Olyan sokat olvastam erről, hogy komoly evangéliumi emberek is csapdába estek azon, hogy az élményeken keresztül akarták a megtérést igazán megragadni. Na de hát ez is egy élmény, nem? Megjelenik az Úr, és szól a mennyből. De micsoda élmény volt? Belevakult ebbe ez a nyomorult ember, belevakult. Hát ez nem valami kellemes Isten élmény volt az ő számára, hanem a rettenet pillanata, mint ahogy az én számomra is az volt. Azt hittem, hogy belehalok azon az éjszakán. A rettenet pillanata volt, mikor az Isten szentségével találkozik az ember. Ez nem valami laza kis játék, hogy rám teszik a kezemet, aztán hanyat tesek, és valami különleges élményeket élek át. Tessék meghallgatni, hogy a világ egyik legnagyobb ige hirdetője hogy prédikál erről. Spurgeon. Legyenek bár néktek továbbra is látomásaitok. Kerüljetek extázisba, vagy elragadtatásba, táncoljatok magatoknak. Én egyedül csak mély megbánást és alázatos hitet szeretnék érezni. És ha te is így érzel, szegény bűnös, üdvösséged van. Miért gondolják néhányan közületek, hogy az üdvösség elnyerése valamiféle elektrosok? Valami nagyon csodálatos dolog, ami a feje bubjától a lába ujjáig átjárja az embert. Figyeljetek, mit mond az írás. Közel van hozzád az ige a te szádba és a te szívedbe. Égni átformálhat. Azon keresztül szól hozzám az Isten, nem pedig valamilyen extatikus élményeken keresztül megszólít. Világosan, szent lelk által, személyessé tett ige által. Ekkor akkor a porba vagyok. És jó ám ott a porba lenni azért, mert a kegyelem király széke előtt estem porba, még ha nem is tudom. Ott estem porba, és olyan drága az Úr
nem beszél tovább Saulnak, nem sorolja fel tételesen a bűneit. Ő úgy is tudja. Szentlélek az embert bűnössé teszi. Ez az ő dolga. A Szentlélek az ige ismeret által bűnössé tesz. Így mondja az Úr Jézus, hogy eljön a pártfogó, a Szentlélek, és meggyőzi a világot bűn tekintetében. Csak ő tud engem ilyen bűnössé tenni, hogy ott heverek Jézus lábánál. Aztán megtudom, hogy kicsoda Jézus. Én vagyok Jézus. Jó, hogy Jézus olyan sokszor mondja ezt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok Jézus. Ahogy Isten mondja Mózesnek a csipke bokorba, Anihu, én vagyok. A vagyok, a létező Isten, az egyetlen valóságos Isten, akivel te találkozhatsz, senki mással nem találkozhatsz. Én vagyok neked. És tulajdonképpen nekünk van Jézusunk, van Krisztusunk, akkor van Istenünk. Mert rajta keresztül milyen ő. És Pál apostol ott hever a porba, megvakultva, megvakultak hiú szemei, ugye, és ott hever a porba. Minden dicsőségének vége. Igen, ez a megtérésnek az egyik mozzanata, hogy minden dicsőségemnek vége. Minden ön hit gondolatomnak, minden magabizásomnak egyszerűen vége van. Baj ez? Hát a világ szerint igen. A világ szerint igen, mert a világ úgy értelmezi ezt, hogy itt elveszíted önmagadat. De Isten valami egészen csodálatos Isten. Nem, hogy elveszíteném magamat, akkor találom meg igazán magamat, mikor vele találkozom. Tessék meg végig gondolni a Biblia embereit, akik Istennel találkoztak, akkor váltak azzá, akivé váltak. Akkor váltak igazán emberré, majd holnap lesz erről szó igazán. Most pedig nézzük tovább, hogy a megtérés mozzanataiban mik azok, amik nagyon fontosak, és amik talán különösek is. Tessék figyelni, Jézus nem beszél többet a megtéréséről, nem beszél többet a dolgokról, azt mondja, majd megmondják neked a városban. Ez Isten munkamódszere. A másik testvére bízza az embert. Nem angyalok által hirdetteti az igét. Tessék elképzelni, hogy 3 méteres angyalok hirdetik, majd mindenki megtérne. Azt szoktam mondani, hogy a egyszerű kis hívőket, az a sok gazdag, hatalmas ember rögtön kilöpdösni a padokból, ők ülnének itt az első padban, 3 méteres angyalok hirdetnék az igét, mert akkor nem kéne már hinni, akkor tudnák, hogy van örök élet, van Isten, és Isten valami különös, finom módszerrel szétválasztja az embereket 2 részre. Az egyik az alázatos ember, aki megalázkodik, aki ott van a porba az Isten előtt. A másik a gőgös ember, aki emelt fővel akar megállni, még az Isten előtt is. De hogy Clemenceau azt mondta, hogy őt a lóhátán temessék el, mert ő az Isten előtt se hajol meg. Tessék figyelni ezt a gőgös Sault. Le kellett szállni a magas lóról, és ott hever a porba Jézus lábai előtt. És ez a leggyönyörűbb pillanatán tulajdonképpen. De az élet kezdete. Az élet kezdete tulajdonképpen az ember számára. Óriási dráma, óriási fordulat, de ahol ez nem következik be, ott valójában ott van a dráma. Ott van, ott már tragédia van, ahol ez nem következik be, ahol tényleg elhiszik. Egyik rokonomnak azt mondta valaki, hogy meg kellene térnie. Egy idős, nagyon tiszta életű, 6 gyerekes családanyának, aki az egész életére csak büszkén tekinthetett vissza. És akkor ő azt mondta, nincs miből. Erre azt mondta neki az illető, hogy tehát Pál apostolnak is meg kellett térnie. Jó, Pál apostolnak voltak bűnei, de nekem nem. A testvérek, ez valami borzasztó ám.
Mert tudjátok, mi a baj? Hadd idézzem meg József Attilát. Azt mondja, a mindenséggel mérd magad. Hát amikor a szomszédodhoz méred magad, a legnagyobb csacsiságot követed el. Hát mi egyformák vagyunk testvérek a bűnben. Vagy Toróci püspök úr egyszer úgy szólította meg a gyülekezetet, hogy testvéreim a bűnben. Hát igen, mi ebben aztán testvérek vagyunk a bűnben. De testvérek lehetünk a kegyelemben is. De hát ha valaki azt mondja, hogy ő nem bűnös. Sokszor mondták nekem is, idős asszonyok. Érdekes, az idős asszonyok mondják általában, mert valóban tényleg nagyon csodálatos, hűséges életet éltek, nem csalták meg a párjukat, önfeláldozóan felnevelték a gyermekeiket. Most mi baja velem az Istennek? Hát testvérek, ami az anyaságodat illeti, valószínű semmi. Bár, ha nem beszéltél a gyerekeidnek Jézusról, akkor ott is lesz kifogás az Istennek. Jézus így fogalmazta meg a bűn lényegét. Az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Jézusban nem hisznek. Az ilyen emberek mindig hisznek Istenbe, az ilyen jó emberek. Ugye az én egyik nagymamám azt mondta, fiam, én hiszek Istenben, imádkozott is minden nap, járt is a templomba, de Jézus Krisztussal nem tudok mit kezdeni. Testvérek, ezt nem mondjuk ám, hogy ez csak ilyen kivételes dolog. Mindegyikünknek a problémája. Mindegyikünknek a problémája. Egészen addig, amíg nem találkozok a Szenttel, amíg körül nem ragyog a menny fényessége, amikor a világ világossága elé kerül az életem, akkor látom, hogy ki vagyok én. Ha mindenséggel mérem magam, ha Jézus Krisztushoz mérem magam, már pedig az Isten így fog megítélni. Ha emelt fővel megyek eléje. De ha megtérten, a kegyelem elfogadásával, akkor átölel. Tehát, ahogy mondtam, a harmadik feltétel, hogy bizony emberek által hirdetteti az ő igéjét. Embereket küld egymáshoz. Szól az Úr Anániásnak, menj el, és ő nem akar elmenni. Na, itt megállnék egy pillanat, ha tessék figyelni, meddig tart a mi hitünk. Az, hát soha nem fog megtérni. Hát kérem szépen, hát ez egy kommunista volt, és soha nem fog megtérni. Te lehet, hogy előbb megtér, mint aki mondja. Komolyan. Nagyon sokszor láttam ilyet, hogy akire azt mondták, hogy soha nem fog megtérni, az előbb megtért, mint aki mondta. Eddig tart a mi hitünk. De tessék figyelni az Úr Jézus hitét. Az ő hite olyan mélységekig tart, amilyen mélységben volt Pál apostol. Mondta is Pál, én vagyok a bűnösök között az első, ha rajtam megkönyörült, példaképpen könyörült, hogy nem mondhassátok, hogy rajtam nem könyörül meg. Ugye értitek az isteni logikát? Meg lenyúl a legmélyebbre, megkönyörül rajta, és te sem mondhatod, hogy rajtad nem fog megkönyörülni. Hát ha Pál apostolom megkönyörült, így mondta Pál maga, hát ha rajtam, akkor rajtatok is meg fog könyörülni. Hiszen én az Isten anyaszent egyházát üldöztem, élete végéig ott volt ez a teher. Bár letett teher volt, és már csak azért emlegette példaképpen, hogy bátorítsa a hívőket. Tehát a harmadik fontos mozzanat, hogy bizony hallgatni kell a testvére, akit küld hozzád az Úr. Lehet, hogy nagyon egyszerű testvért fog küldeni. De ha ő küldi, akkor ne utasítsd el. Most hadd mondjam, hogy mikor gyerek voltam, akkor egyszer apám azt mondta nekem, hogy az Úr lelke olyan intelligenciát ad az embereknek, akik megtérnek és befogadják őt. Figyeld meg a legegyszerűbb embereket. 6 osztálya van, és intelligensebb, mint aki egyetemet végzett. Ezt mondta nekem az apám, aki jogász volt. És én kezdtem figyelni a hívőket, és láttam, hogy valami csodálatos dolgok történnek ezekkel az emberekkel. És nem mondd, hogy csak ilyet küldött hozzád az Isten, akkor nem fogadod el a követét.
Aztán, ami talán nagyon fontos még ebben a történetben, hogy mi is történik Pállal, mit tesz Pál? Három napig nem evett, nem ivott, gyötrődött, nyilvánvaló rászakadtak a bűnei. Ezt nem lehet megspórolni, ezt nem lehet megspórolni, ezt sajnos nem lehet megspórolni ezt a három napot, vagy akárhány napot, amíg az ember ott gyötrődik az Isten színe előtt, az Úr előtt. Kínos, keserves napok ezek, de csodálatos áldással fizetnek ezek a gyötrelmes percek, a gyónás percei, a bűnvallás percei, ezek bizony nagy áldást jelentenek. Nem szabad őket, hogy így mondjam, elutasítani, félretenni, mert hiszen akkor nincs Pálfordulás. Ez meg kellett, hogy történjen Pál életében. Aztán az Úr mond valami nagyon furcsát Anániásnak. Azt mondja az Úr, mert íme imádkozik. Hát kérem szépen, egy zsidó rabbi minimum háromszor imádkozott egy nap. Akkor miért mondja az Úr most ezt külön, hogy íme imádkozik? Azért, testvérek, mert amióta ő eljött erre a földre, nem hallgattatik meg semmiféle imádság csak Jézus nevében. Ő érte hallgat meg minket, ő érte mondhatjuk, hogy mi atyánk. Ő érte járulhatok az Isten szín előtt. Mondta is az Úr Jézus a tanítványai, hogy eddig nem kértetek az én nevemben semmit, most kérjetek. És tulajdonképpen eljött a pillanat, hogy Saul most Jézus nevében imádkozik. Jézushoz imádkozik. Nagyon fontos fordulata a megtérésnek. Nagyon sokan nem is tudnak imádkozni addig, amíg meg nem térnek. Nem tudnak. Honnan tudnának? Mert igazából a Szentlélek által tud az ember imádkozni, bár ezt is meg lehet tanulni, meg lehet szép kegyes szavakat tanulni, meg lehet tanulni leírt imádságokat, de az az imádság, ami a szívből fakad, a gyermek szava, gondoljátok meg, milyen drága egy édesanyának, mikor a kis gyermeke először megszólal a maga kis pösze, kedves hangján. Úgy megörvendezteti a szülők szívét. Hát így örvendezteti meg az Isten szívét, mikor végre megszólal valaki. Végre megmeri szólítani a drága mennyei atyát, megmeri szólítani Jézus Krisztust, akkor azt mondja, íme imádkozik. Megvan a kapcsolat. Már imádkozik, már beszél hozzám. És erre van szükség, mert a megtérés. Na és most elérkezünk oda, akkor hogy lehet letenni a múlt terhét? Hát így. Mert tulajdonképpen, amikor az ember oda viszi ahhoz az Istenhez a maga terhét, nyomorúságát, akkor azt ott is lehet hagyni. Ott a kereszt alatt, ahogy szoktuk mondani. Mert ott rendezte el az Isten a bűnkérdést. Ezért hangzik el, hogy nem lesz többé emlékezés sem a bűneinkre. A tenger mélyébe veti, nem emlékezik többet. Akkor te se emlékezzél, bár nem tudjuk kitörölni az emlékezetünkből sokszor azokat a dolgokat, amik nagyon fájnak, amik igazi mély fájdalmat okoztak nekünk is, másoknak is. Azért nem lehet az emlékeinket eltörölni, de a bűn eltöröltetett. Ő nem fogja többet a szemedre hányni. Ő nem fogja többet felemlíteni. Ott le lehet tenni ezeket a szörnyű terheket. Visszatérek a tegnapira, ami miatt sokszor szorong és retteg a szívünk. Ami miatt sokszor ott vannak ami igazi lelki nyomorúságaink. Mert, testvérek, legyünk józanok. Vizsgálgassuk csak körül a család életünket, a személyes életünket, a társadalmi életünket. Hát nem a bűn forgatja fel az egészet, nem az keseríti meg. Hát nem egymást öljük és bántjuk a bűneinkkel, meg magunkat is természetesen. És le lehet tenni ezeket a terheket, és akkor szabad vagy. Olyan szabad vagy, hogy valami csodálatos. Én emlékszem, mikor Isten előtt 46 évesen megújított az életemet, és akkor rádöbbentem, hogy az én fő bűnöm a hívő engedetlenségem. És akkor ki tudtam mondani, Uram, most szeretném azt tenni, amit Te mondasz. Hát
leghalvány gondolatomban sem volt, 46 évesen, hogy lelkészi pályára akar az Isten küldeni. Az én életem is bizonyos értelemben sikertörténet volt, és minden rendben volt, körülöttem, mondhatta volna mindenki, hogy, és mondták is, na, mi szükséged van erre? Ha magam sem tudtam, mert soha nem akartam lelkész lenni, de megértettem az Urat, és hadd mondjam, hogy én bennem is az történt, amit Saulban, hogy azonnal elment és hirdette és bizonyságot tett. Azonnal, azt olvassuk itt. Egyszerűen megragadta őt az Úr lelke, és azonnal ment és hirdette. És minden úgy történt ettől kezdve az életében, ahogy az Úr akarta. Mert ez az utolsó mozzanat, az engedelmesség. Azért kezdtem el beszélni a magam engedetlenségéről, mert én tudatosan megtagadtam az ige hirdetés szolgálatát. Mert be akartak óvni lelkészek. Már 27 éves koromban úgy, mint laikust, hogy ige hirdetéssel tegyek bizonyságot, és egyszer-kétszer megtettem, aztán nagyon nehéznek tűnt, aztán azt mondtam, na ez soha többet. És meg is tartottam. És iszonyú szégyenként szakadt a nyakamra, hogy akkor ki az Úr? Akkor ki az Úr? Ha én azt teszek, amit én akarok, ezt megteszem, Uram, mert ez tetszik, azt nem teszem meg, mert nem tetszik. Akkor ki az Úr? Tehát, igen, a pálfordulás. Hála legyen az Úrnak, az én életemben is megtörtént, és attól kezdve kezdődik tulajdonképpen az engedelmességben való járás. Hát ez már tulajdonképpen azt mondják, hú, hát ez nagyon nehéz. És sokan azt mondják nagy ravaszon, hogy akkor én inkább meg se térek. Majd eljön az idő, majd ha megöregszem, akkor megtérem, mert még az Isten elküld Afrikába misszionáriusnak. Lehet. Azt mondta itt Anániásnak az Úr Saulról, majd én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Na de a sikerevangélizátorok nem ezt ígéri. De az Úr igen. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az Úr keresztjét, és úgy kövessen engem. És mégis ez a szenvedés, ez valami különleges csoda. Komolyan, én is sokat szenvedtem az Úrért is. Jézus azt mondja, vegyétek fel az én igámat. Mert ez az iga gyönyörűséges. Azt mondja, hogy gyönyörűséges iga. Igen, gyönyörűséges. Csodálatos, mert vele kapcsol össze azért. Nem a szolgálat gyönyörűsége van ám ebbe igazán, hanem a vele való közösség gyönyörűsége. És nem kell félni a pálfordulástól. Én azóta vagyok igazán boldog ember. Azóta tudom igazán szeretni a feleségemet, a gyermekeimet. Azóta tudok odafigyelni mások gondjára, bajára. Azóta mindenki fontos, akivel csak Isten összehoz. Érdekes, de ez nem tőlem van. Nem lesz az ember boldogtalan, sőt, boldog. És akkor a terhek valahogy lementek. Egyszer oda jön egy fiatalember, aki rendszeresen jött reggelenként, arra járt munkába, mindig becsöngetett, és mindig volt mondani valahogy. És akkor mondtam, nyavajgott, hogy ő vele nem beszél az Úr, akkor mondtam neki, hogy nem olvastál igét, de olvasott, előhozzám nem beszél az Úr. És mondtam neki, tudod, az a bajod neked is, hogy mindig magaddal foglalkozol, és nem törődsz mással. Azt mondja, rávert a vállára mind a kettőre, azt mondja, ő neki akkora terhei vannak, hogy másnak itt már nincs hely. Mondtam neki, ne félreérted az a Krisztusi utat. Amikor felveszed a másik terhét, tiéd lemegy. És ez tényleg így van. Isten, adja meg, hogy valóban ez az ige most mindannyiunkat megszólítson. Azokat is, akik régóta hívők vagyunk, és azokat is, akik talán még azt sem tudják, hogy Istennel szembe menetelnek.
Saul se tudta, de amikor Jézus megszólította, megértette. Én vagyok Jézus. Neked is, nekem is van, lehet Krisztus Jézuson, aki megváltó, üdvözítő. Imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, hogy megismerhetünk téged. És azok is megismerhetnek, Uram, akik most még olyan égbe kiáltó távolságban vannak tőled. Uram, mert te neked mindenki drága. Drága volt a te legnagyobb ellenséged is. Uram, ez olyan örömmel töltél a szívünket, hogy ilyen Isten vagy. Ekkora szereteted van, bocsásd meg, hogy mi ellenem tudunk állni ennek a szeretetnek. Kételkedni tudunk benne, és benned. Uram, könyörgünk magunkért, mindegyikünkért, Uram, személy szerint, hogy hadd legyen igazi találkozásunk veled, és velünk, idős hívőkkel is, Uram, köszönjük, hogy beszélsz, és naponként újítod az életünket, ha hittel nézünk rád. Növeld a hitünket, Urunk. Amen.